A szociális gondoskodás egyidős a civilizált társadalmakkal. Már az ókorban is voltak az egészségügyi ellátásra, élelmezésre, árvákápolására irányuló törvények. A mai értelemben vett professzionális szociális munka Mary Richmond nevéhez köthető, aki az Egyesült Államokban dolgozott a 20. század elején. Szerinte a társadalom nem csak közeg, hanem az emberi fejlődés forrása is lehet. 1922-ben megjelent könyvében kifejti, hogy a szociális munkás feladata a nevelés arra, hogy az egyén alkalmazkodni tudjon a környezetéhez, a társadalomhoz. Ma közvetlen közelünkben is fontos munkát végeznek az utcai szociális munkások. Ismerjük meg munkájuk kihívásait. Az emberek többsége azt gondolja, hogy az utcai szociális gondozó a hajléktalanokkal foglalkozik. Valójában ennél sokkal szélesebb körből kerülnek ki az úgynevezett kliensei. Napi tevékenysége során foglalkozik hajléktalansággal, utcán megjelenő prostitúcióval, csellengő fiatalkorúakkal. Részt vesz az utcai drogfogyasztás terjesztés megfékezésében és megelőző munkákban. Az utcai szociális gondozó olyan egyéneket és családokat támogat, akik az intézményes ellátásokból kimaradnak. Nekik nyújt szociális, egészségi, pszichés segítséget, irányt mutat egyéb jellegű problémáik megoldásához. Önkéntesként kezdtem, a krízis autó szolgálaton voltam önkéntes. Nem egészen egy éve dolgozom utcai szociális munkásként. Azok az emberek, akikhez újra és újra elmegyek a kollégáimmal együtt, ők náluk nem evidencia az, hogy a bizalmukba fogadnak, de ha már van kapcsolat, akkor ezt megadják. És nagyon jó látni azt, hogyha csak apránként is, de valamit változtatni akarnak a sorsukon. Felderíti az utcákon, tereken, erdőkben élő emberek egyéni vagy csoportos problémáit, és ezekre próbál megoldást találni. Hajléktalanok esetében ez először a kapcsolat megteremtésével kezdődik. Meg kell tudni, hogy hogyan került az utcára az egyén, és mik a legfőbb problémái. Az utcai szociális munkás segít a kliensének, hogy az élelemhez, ruhához és gyógyszerhez juthasson. Ha élete veszélyben van, sürgősen ellátja. Intézi az alapvető ügyeit, személyi papírjai pótlását, ha ez lehetséges, segít neki munkához jutni. Az utcai szociális munkás a prostituáltakon is igyekszik segíteni. Felhívja a figyelmüket az egészségügyi veszélyekre, jogi tanácsot ad nekik. Ha a csellengő fiatalokra talál, igyekszik megóvni őket az utcai élet veszélyeitől. Az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat során az ellátáshoz leggyakrabban élelmiszerre, ruhára, tisztálkodószerekre, takaróra, fóliázott derékaljakra, polifómokra, gyógyszerekre lehet szükség. Az adminisztratív teendők ellátásakor, például iratok pótlása vagy kérelmek megírása, a szociális munkás számítógépet és telefont használ a leggyakrabban. A legfontosabb eszközünk talán... Hát ez lehet, hogy viccesen hangzik, de volt egy időszak, hogy a cigaretta, mint kommunikációs eszköz. Egyrészt. Másrészt pedig, hát mi teát szoktunk vinni embereknek. A téli időszakban ez életmentő is tud lenni. Ha adok neki valamit, megkínálom, kvázi megvendégelem az utcán egy teával, akkor ez segít. Az utcai szociális munka elsősorban jó emberi tulajdonságokat és kapcsolatteremtési készséget igényel. Nehéz fizikai munkát nem szükséges végeznie, viszont fontos, hogy szinte minden körülmény között meggyőző legyen és megtalálja a közös hangot a klienseivel. Amellett, hogy probléma megoldó képességét összehangolja a birtokában lévő lehetőségek tárházával, a munkás önállóan dönt egy csomó helyzetben. A segítségnyújtás módszereinek ismeretén kívül az válhat jó utcai szociális munkássá, aki mentes az előítéletektől, nagyfokú empátia és ezzel együtt probléma megoldó képesség, kreativitás birtokában van. Azoknak ajánlott, akik kiegyensúlyozottak és nem vesztik el hamar a fejüket. Ez a munka optimizmust és általános pozitív szemléletet igényel. Szerintem ennek az a kulcsa, hogy az ember legyen rátermett, lelkileg erős, de törjön meg attól, hogy elesett sorsú emberekkel kerül kapcsolatba, tudjon velük kommunikálni, illetve jó emberismerő legyen. A munkánk során legtöbbet a közterületesekkel, a hatósággal, rendőrséggel, illetve a mentősökkel vagyunk kapcsolatban. Az utcai szociális gondozó munkáját a háttérintézményben, belső térben vagy az ellátás területén, a szabadban végzi.
Műszakbeosztása változatos, gyakori az esti, éjszakai munkavégzés is. A téli krízis időszakban a külső munkavégzés ideje nagyban megnő. A szociális munkás járőrszerűen ellenőrzi azokat a területeket, ahol a segítségre szoruló emberek tartózkodnak, ezért sokat utazik. Munkája során a bűnözői lét peremére került emberekkel is kapcsolatba lép, illetve konfliktus helyzetekbe is kerülhet, ezért az utcai szociális munkás sohasincs egyedül a terepen. Párban dolgoznak. Fontos, hogy jó kapcsolatot tartson fent szociális területen dolgozó szakemberekkel, pedagógusokkal, pszichiáterekkel, az egészségügy, a rendőrség, a hajléktalanszállók, egyházak és egyéb intézmények képviselőivel. Ebben a szakmában a legnagyobb veszély nem fizikai jellegű. Ha az ember sok problémával, balszerencsével szembesül, és nincs elég ideje feltöltődni pozitív élményekkel, akkor elvesztheti a hitet önmagában és a munkájában. Ez az a típusú kiégés, ami ellen a szociális munkásnak tudatosan harcolnia kell. Ha elveszti a lendületet, ő maga sem tudja jól végezni tovább a munkáját. Ezen kívül utcai munkája során fertőzés veszélynek, valamint változó időjárási viszonyoknak is ki van téve. A szakma épp hallási funkciót és megfelelő beszédkészséget feltételez, valamint szükséges a pszichés stabilitás is. Az utcai szociális gondozó nehéz fizikai munkát nem végez, viszont a helyszíni kiszállások alkalmával az utcán dolgozik, ezért jó állóképességre van szüksége. Ezt a munkakört mozgássérült és látássérült a sérülés típusától és mértékétől függően láthatja el, elsősorban az adminisztrációs feladatok és az információnyújtás terén. A képzés megkezdéséhez sikeres érettségi szükséges és humán érdeklődési kör ajánlott. Alkalmassági követelmények nincsenek. A szakma felsőoktatási intézményekben tanulható. A szociális munkás alapképzési szakon 3,5 év alatt végezhető el. A képzés során többek között pszichológiai, pedagógiai, társadalomismereti, egészségügyi, illetve jogi igazgatási ismereteket sajátítanak el. A képzés végeztével alapfokozat végzettségi szinten szociális munkás szakképzettség szerezhető. Továbbtanulási igény esetén a képzés mesterszakon folytatható. További 2 év szükséges még ahhoz, hogy valakiből okleveles szociális munkás váljon. A szociális munkások leginkább a segítő munkát végző non-profit, illetve állami szervezetekben, intézményekben helyezkedhetnek el, például családgondozó vagy szenvedélybeteg gondozó munkakörökben. Rokon szakmaként a védőnő vagy a szociálpedagógus említhető meg. Statisztikai adatok szerint a bruttó kereset 120 és 140 ezer forint között várható ebben a szakmában. A kereset változhat attól függően, hogy a munkavállaló koordinátorként vagy utcai szociális munkásként dolgozik, illetve hogy állami vagy alapítványi intézményben tevékenykedik-e. Én utcai szociális munkásként 2007 óta, tehát már 7. éve dolgozom. Itt örülni kell egy olyannak is, hogyha egy embert egyik nap beviszünk szállóra, egy éjszakát legalább eltöltött a melegbe, és nem fagyott meg másnap reggelre. Tehát ilyen időszakosak inkább a sikereink. És még ami nagyon jó ebbe a szakmába, az a közeg, az a társaság, a kollégák, szociális munkások, akikkel együtt tudunk dolgozni. Az utcai szociális munkát olyan embereknek ajánlanám, akik elég erősek, bírják a gyűrődést, tudnak adni, ha csak egy jó szót is. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.